Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő, mai magazinunkban először egy beszélgetést láthatnak a közelgő sportbárról, valamint a kecskeméti fiatal olimpikonok támogatásáról. Vendégünk lesz a témában Újhídi Tibor, a Kecskeméti Sportegyesületek Szövetségének elnöke. Ezután beszámolunk a ma megrendezett Gyere Hokizni című roadshowról, valamint arról, hogyan zajlott Kiskunfélegyházán 200 madár odú kihelyezése. Kezdünk is! Stúdiónk vendége Újhídi Tibor, a Kecskeméti Sportegyesületek Szövetségének elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, egy csókolom! Szombaton rendezik meg a 24. sportnapi sportbált. Mit lehet tudni erről a rendezvényről? Hát ez egy egész napos rendezvény egyébként most már. Délelőtt a Lánchíd utcai iskolában lesz egy ilyen képviselők, sportvezetők, újságíróknak egy focikupája, ezt már ki se lehetne hagyni. Aztán délután 14 órától a híres Agora dísztermében lesz egy nagyobb fogadás a 2019 évben legeredményesebb sportolók számára. Hát ez egy olyan 150 sportoló, sportvezetőt fog jelenteni, és a város vezetése, hogy úgy mondjam, gratulál nekik. És ennek egy folyamatos, ennek a következménye, vagy ennek a következő lépése lesz a sportbál, ami 19 órától a híres Agorában folytatódik szintén, és hát ott adjuk a legjobbaknak az sportolódíjat. Ebben ugyanaz, ugye a bál programja, de minden évben más, és más mégis a kínálat. Mivel várják idén a vendégeket? Igen, elkezdtünk egy olyan tendenciát már évekkel ezelőtt, hogy igyekszünk kecskeméti fiatalokat bemutatni ebben a ennek a bálnak a keretében, úgyhogy például most az Egerni Együttes fiataljai fognak majd zenélni nekünk, illetve majd lesz a műsorba tulajdonképpen ruttáncos hölgyek fognak majd bemutatót tartani, ők is nyilván kecskeméti ruttáncosok. Ennél többet már nem nagyon tervezünk programban, mert az e-sportó díj átadás ez egy jó, egy majd másfél órás projekt, és hát nyilván az a fő attrakció a bálba, és hogyha én ezt nagyon sok műsorral fűszerezném, akkor már tánszor nem jutna sok idő. Hány kategóriában osztanak ki díjat? 15 kategóriában osztunk, ez nem azt jelenti, most ebben az évben, ez nem azt jelenti, hogy máskor nem adtunk többet ki, kifejezetten azért, mert nem minden alkalommal van minden kategóriában olyan kiemelkedő teljesítmény, és akkor mi azt a kategóriát nem nyitjuk meg. Jellemzően mennyien szoktak ellátogatni egy ilyen rendezvénybe? Hát 220-30-40 résztvevővel bír ez a rendezvény, és hát elmondhatom, hogy nem csak a sportolók, illetve azok ismerősei, rokonai jönnek el, hanem itt tényleg azt lehet mondani, hogy akár az utcáról is jönnek. Megmondom őszintén, hogy ez a bál, ez direkt így csináljuk most már 24. alkalommal, még gombozból is sok, 24. alkalommal, hogy színvonalas legyen, jó legyen minden, dekoratív legyen, de ugyanakkor pedig egy ilyen baráti legyen, ilyen közvetlen legyen, tehát tényleg egy laza sportos bál legyen, és ez úgy sokaknak tetszik. Svitach Alexa, aki a Spartacus sportkör tagja, asztali teniszezőként már kvalifikációt szerzett a tokiói paralimpiára. Milyen támogatást biztosítanak Alexának? Hát amit csak tudunk mindent, hát ez egy súlyos százezrekben, milliókban mérhető most már. Hála Istennek, hogy azért van más segítség is a város részéről is. Én úgy gondolom, hogy nagyon hirtelen jött Alexának ez a problémája, ez a súlyos betegsége. Mi észbe se tudtunk kapni, szinte rögtön már Európa-bajnok lett. Most így mondanám azt, hogy egy év után már, ezután a halálos betegség után Európa-bajnok lett, és tényleg mentünk az események után, hogyan tudjuk majd segíteni, és olimpiára ugye kvalifikálta magát, úgyhogy most keressük a szponzorokat, tárgyaltunk már jó néhányal. Én úgy gondolom, hogy nem lesz probléma Alexának az olimpiai felkészülésével. És mit várnak Alexától az olimpián?
Én nem merek mást várni, mint amit Alexa mondott a kórházba az ágyán, 3 héttel azután, hogy az életmentő műtétet megtették, hogy olimpiai bajnok lesz. Ennyi. Olimpiai bajnok lesz Alexa, úgyhogy én úgy gondolom, hogy kimegy az olimpiára, és akkor megveri az egész világot. Nagyon sok sikert kívánunk neki, köszönöm mint szépen. Ahogy a többieknek is. Kik azok, akiket még támogatnak? Igen, a Bóbis Gyula baráti kör fölvállalta azt, hogy a olimpiára kvalifikáló, Európa-bajnokságra, világbajnokságra kvalifikáló versenyzőket támogassa a jövőben. Ez egy 2018-as kezdeményezés, én valamikor 2018 januárjában jelentettem ezt, hogy miért ne lenne ez jó, még a sportnapon, és hát most már kialakult ez a dolog. Egyelőre a város támogatta 2 millió forinttal az elmúlt 2 évben, de már tárgyaltunk szponzorokkal, és több helyről most már komoly ígéreteink vannak, hadd jelentsem be, hogy például a Bácsvíz ZRT már támogatunk. Úgyhogy szeretnénk egyfajta mozgalommá tenni ezt a dolgot. Jelen pillanatban 4 sportolónkat támogatjuk, Szvitacs Alexát, Boronkai Petit, Kvety Mátét, illetve Árva Szintiát. Árva Szinti és Kvety Máté súlyemelő, a Peti pedig triatlonos, paratriatlonos. És hát egyelőre ennyire még ennyi emberre még valamennyi pénzt össze tudunk szedni, de nyilván, ha bővül ez a plajata, akkor nagyon nagy szükség lesz a szponzorokra is. De hiszem azt, hogy mert az ügy mellé bátran oda lehet állni, és bátran oda is akarnak állni a cégek, úgyhogy fog ez még jobb teljesíteni. Már úgy értem, hogy pénzben többet fog hozni. Azt lehet tudni, hogy az olimpia után is kapnak-e majd támogatást? Mindenképp. Tehát ez most egy kicsit meglovagoljuk azt, hogy az olimpiára való felkészülést, de mindenképpen, mert a sportban ez tudva levő, hogy egy olimpiára kijutni nem lehet az utolsó pillanatban. Itt el kell kezdeni 4 évvel előtte már készülni, és mi már itt a 4 év kezdeténél már szeretnénk azokat támogatni, akikbe potenciális lehetőség van, hogy az olimpiára kvalifikálja magát. Az önkormányzat milyen támogatást biztosít? Erre biztosít jelen pillanatban 2 millió forintot egy évben. Ez nem egy nagy összeg, én tudom, de indulásnak ez is valami, és ezért nagyon köszönjük, de nem erre akarunk appellálni, tehát mi elsősorban a szponzorációt szeretnék megteremteni. Mondom, én nem hiszem azt, hogy ebbe bármilyen probléma lenne, és azt szoktam mondani, amikor már ez egy népbetegség lesz ez, hogy ezt segítsük, akkor akár a hétköznapi emberek is, mert ellen is lesz majd lehetőség, bedobnak 50 forintot, 100 forintot, itt-ott. Tehát részesei legyenek ennek a nagy-nagy mozgalomnak, ennek a nagy-nagy sportcsaládnak. Úgyhogy működni fog ez a dolog, csak sok munka van még ennek a bevezetésével. Azt már lehet tudni, hogy a civilek hogy tudják majd támogatni ezeket? Többféleképpen lehet. Hát lesz olyan, aki csak urnátba bedobja a pénzt, mondjuk sporteseményeken helyezünk ki ilyet, illetve lesz majd olyan, hogy bankszámlánkra lehet utalni, és akkor nyilván erre majd egy igazolást fogunk kiadni. Tehát ennek megvan többféle formája. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Jó szórakozást kívánunk a bálhoz, és köszönöm sikeres szépen. Felkészülést a sportolóknak. Köszönöm szépen, nagyon kedves. Csokrom. Három évvel ezelőtt vette kezdetét Kecskeméten a Jégkorong szakosztály programja. Ma már több mint 100 gyermek tanulhatja a sporták csinyát, vinnyát. A hoki utánpótlás felkutatásából és a sport népszerűsítéséből a Magyar Jégkorong Szövetség a Gyere Hokizni roadshow-ja is kiveszi a részét. A kecskeméti gyerekek pedig egyre nagyobb eredményeket érnek el a versenyeken. Ő itt Csúszka, a magyar jégkorong válogatott és a sportág hazai kabalája. Az ő segítségével igyekeztek a Gyere Hokizni roadshow szervezői megismertetni a gyerekekkel ezt a sportot. A legügyesebbek ajándékért válaszolhattak a hokival kapcsolatos kérdésekre. Szuper Levente, magyar jégkorongozó kapus, az első magyar játékos, akit NHL csapat szerződtetett, pedig saját kalandjait és élményeit mesélte el a gyerekeknek. Én is 4,5-5 évesen már a jégen voltam, egyből berohantam a kapuba. Kiválasztott gyakorlatilag a kapusposzt engem, és nem fordítva, de annyira megfogott a szerelésnek a különlegessége, meg az, hogy olyan különlegesnek tűnt a kapus pozíció, hogy csak 2 van belőle egy csapatban, és hát onnan igazából elindult az álomutazás. Szerencsés helyzetben
voltam, hogy megadatott nekem, hogy 13 évet tudtam külföldön játszani. És amellett, hogy egész jó helyeken is voltam, jó ligákban játszottam, megtanultam sok ember, sok más országnak a kultúráját, megtanultam három nyelven beszélni, úgyhogy igyekeztem a kellemest a hasznossal összekötni. Erről is nagyon sokat beszélünk egyébként a gyerekeknek itt a Rócson, hogy próbálják mindig az idejüket úgy eltölteni, mert én is, hogy hasznos legyen, én is csinálhattam volna azt külföldön bárhol, hogy megyek edzésre, megyek meccsre, és amúgy meglógatom a lábamot, és nem csinálok semmit, de én mindig mentem valahova. Tehát mindig tanulmányoztam az adott helyet, az adott vidéket, a szokásokat, ugye a nyelvre nagyon figyeltem, hogy úgy tudjak kommunikálni azokkal az emberekkel, ha már ott lakom náluk, és befogadtak egy-egy országba, ahol éppen játszottam. Szuper Levente elmondta, a tanulságos történetek mellett a jégkorong szereléseivel lehet a gyerekek figyelmét megfogni. A mai Rócson nem csak megfoghatták a hokisok mezeit és védőfelszereléseit, hanem fel is próbálhatták azokat. A kisebbeket pedig a mindig bohókás csúszka szórakoztatta. Mészáros Katalina Lánchíd utcai sport általános iskolatag intézmény vezetője elmondta, hogy nem csak nekik, hanem a gyerekeknek is fontos, hogy minél több sportágat megismerjenek. Ebben az évben együttműködési megállapodást kötött iskolánk a Kecskeméti Sportiskolával, és nem csak a tagintézményünk, a Lánchíd utcai iskola, hanem az Arany János iskola és a Móra általános iskola is ennek az együttműködésnek a keretében hetente egyszer korcsolyázni viszi a gyerekeket a jégpályára. Egyébként utánpótlás nevelés jellemzi az iskolánkat, és nyilván, hogy egy idő után majd szeretnénk a jeges sportokban is megmutatkozni. Az együttműködés keretében már arról is folytatunk megbeszéléseket, hogy az elkövetkezendőkben a leendő első osztályainkban legyenek olyan gyerekek, akik korcsolyázni tanulnak, és majd adott esetben a jégkorong sportágat tudják választani. Az iskola tanulói rendhagyó testnevelés órákon ismerkedhetnek a jéggel és a korcsolyázással. Nagyon szeretik a gyerekek, nyilván be kell öltözni, megfelelő felszerelés, tehát felszereltség kell hozzá, de meglepő, hogy pillanatok alatt lábra állnak a jégen, tehát azok a gyerekek is, akik még nem korcsolyáztak ezelőtt, hogyha jégre kerülnek, ilyen kis pingvinekkel segítik őket egyensúlyozni, és egy 45 perces órának a végére már minden gyerek lábon van és korcsolyázik. Délután a gyerekek a tornatermet jégpályára váltották, következett az aktuális korcsolya oktatás. Ahogy látható, pár alkalom tényleg elég ahhoz, hogy mindenki boldoguljon a jégen. A jégkorongozás kecskeméti meghonosítása pedig egy nagy összefogásnak köszönhető. Kecskemét egy három évvel ezelőtt egy fehér vagy fekete folt volt lényegében a jégkorongnak. A Jégkorong Szövetség is engem arra kért föl, hogy próbáljunk itt valamilyen szinten meghonosítani a jégkorongot. Ez Gubisz Lászlóval, aki itt lakik és régen jégkorongozott, ez, én azt hiszem, hogy egy idáig ez sikerült is. Természetesen a Kecskemét önkormányzat és a Kesi segítségével meg is alakult a jégkorong szakosztály. Most, hogy kész van ez a kis pályánk, amelyik egy szigetelt jó pálya, és elég sokáig áprilisig majdnem, illetve április közepéig is meg lesz a jég tartva, sikerülni is fog, majdnem már 100-an vagyunk, 100 kis gyerek hokizik itt. A két évvel ezelőtt megrendezett rócsó hatására akkor 15-20 gyerek csatlakozott a jégkorongosokhoz, ráadásul nagyon jó eredményeket érnek el a versenyeken. A három évvel ezelőtt elkezdett programunknál is már szempont volt, hogy a jégkorong bajnokságokban részt veszünk. Jelenleg a 8 évesek, a 10 évesek, a 12 és a 14 évesek azok, akikkel részt veszünk a bajnokságban. Ahol számoljuk már az eredményt, az U14-es korosztály, ők jelenleg a keleti csoportban torony magasan vezetik is a bajnokságot. Rengeteget dolgoznak, és hozzá kell tennem, hogy nagyon-nagyon ügyes gyerekek. A gyerekeknek kiváló lehetőséget nyújt a Benkó Zoltán Szabadidőközpont jégpályája. Szabó István Pál vezetőedző elmondta, jelenleg minden gyereknek tudnak eszközt adni, így ezeknek a megvásárlása nem terheli sem az iskola, sem a szülők pénztárcáját. A vezetőedző azt is elárulta, hogy a szakosztály legnagyobb terve egy állandó jégcsarnok létrehozása.
a mai roadshow-val és edzéssel kapcsolatban csak azt az egyet sajnálja a szerkesztőségünk, hogy nem derült ki Csúszka, mivel szerette volna kiegészíteni az elhangzottakat. Országosan egyedülálló kezdeményezés indult el a napokban Kiskunfélegyházán. Óriási összefogással 200 madárodút készítettek és helyeznek ki a város különböző részein. A madárodukból több típus is készült, mindegyik más-más fajnak ad otthont. Ilyen gyönyörű madárodukkal nyújt segítséget a fokozódó hidegben itt Kiskunfélegyházán a Madárbarát Klub. A következő napokban, hetekben körülbelül 200 ilyen házat fognak elhelyezni a város különböző területein, ami úgy gondolom, hogy elég nagy feladat. Mész Ferencet köszöntöm. Kezdjük azzal, hogy hogyan, miben tud segíteni ez az odú? Hát ez az odú életmentő szerepet tölt be az áttelelő madarak életében, mert ilyenkor, amikor mesterséges táplálásra kerül sor, akkor ők kényszer helyzetben vannak és legyengülnek. És hogyha rossz idő van, havazás, szeles idő van, akkor különösen veszélyeztetettek, ezért be kell nekik menekülni valamilyen üregbe. Ha ilyen mesterséges odukat helyezünk ki nagy számban, akkor biztos, hogy ők átvészelik a nehéz időszakot. Mindenképpen meg kell említeni, hogy nagyon szép vésések találhatóak ezeken az odúkon. Igen, a vésések azok a Kossuth szakközépiskola asztalosai, készítették, gravírozták CNC készülékkel, bele gravírozták az iskolának a logóját. Azért, mert 135 éve van Kiskunfélegyházán tanoncképzés. Én ezt az odút most át is adom itt a kollégának, hogy akkor helyezzük is fel egyúttal, és mi meg folytassuk. A kérdésem az lenne, hogy nagyon különlegesek ezek az odúk, hiszen 4 különféle típus készült. Igen, A, B, C és D típusú odú. Döntően B típusú oduk. Miért? Mert az egyebek, tehát a C és a D típusú oduk, azok nem állandó madaraink használják költésre. Az A és a B típusú odú egyértelműleg az állandó madaraink, 11 kis madárfajta, aki ezeket az odukat használja. Tehát dominánsan ebből a 200-ból a döntő többség az A és B típusú. Ezeknek egészen kicsi a nyílása, 35 mm a B típusú odú és 25 mm az A típusú odú. Ez mit jelent? Milyen madarakat tudnak befogadni ezek az odúk? Hát ezek az A-típusú odú, amelyiknek nagyon kicsi a nyílása, azok kivétel nélkül cinegék. Tehát sokféle cinege van most, barát cinege, kék cinege. A nagyobb, a B-oduba, abba elsősorban a széncinege, a csuszka, akkor pontosan most nem tudom felsorolni. Nagyon sok diák részt vett ebben a projektben, és vesz még részt. Igen, közel 200 diákra számítunk. Előzetes felmérés során, amikor végiglátogattam a város pompás főutcáját, amelyik most a város jóvoltából olyan gyönyörű lett, megszépült, ez éppen illik a mi programunkhoz, és ez kedvet ébreszt a diákságban, hogy ők is hozzájárulhatnak a városunk országos hírű sikeréhez, dicsőségéhez. Még egy kérdésem van, mégpedig az, hogy említettem, hogy a város több területén fogják kihelyezni ezeket az odúkat, de pontosan hova? Ezeket egészen pontosan azoknak az intézményeknek a közvetlen közelében lévő parkokba, a templomkertekbe, akkor a Hősök parkjába, akkor itt a városközpontban, a Petőfi téren, ahol éppen most vagyunk a könyvtár környékén. Mész Ferencnek köszönöm szépen, a megszámozott odúkat pedig a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület nyilvántartásába is regisztrálják, sőt GPS koordinátákkal is ellátják, hogy a jövőben nyomon tudják követni ezeknek az odúknak a sorsát. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket, ma nyugdíjas magazinunkat, a Siestát láthatják.
Üdvözlöm! Ön a Sziesta legújabb adását látja. Azt gondolom, hogy nagyon sok érdekesség, újdonság van, ami a világból ránk kacsint, és egy picit próbál minket kiszabadítani a megszokott hétköznapi kerékvágásból. Hogy mi az, aminek engedünk, és mi az, aminek nem, az viszont már teljesen a mi döntésünk. Hogy hogyan lehet megtartani az aktív időskorot, és persze ezzel együtt hogyan lehet közösségeket építeni olyan emberekből, akik bizony már nem kevés napot, évet megéltek, és ezzel együtt nagyon sok mindent láttak. Többek között erről is szó esett Kecskeméten egy konferencián, amelyet nemrégiben tartottak, hogy milyen tanácsokat, trükköket, tippeket árultak el, és egyáltalán generálban hogyan lehet egy település idős megtartó képességét fejleszteni, erről is szó esett, ezt mutatjuk meg most önnek. Az időskori boldogság alapja, hogy el tudjuk fogadni az új helyzetet, és annak megfelelő célokat tűzzünk ki magunk elé. Megfelelő, hasznos tevékenységek, a következő generációért érzett felelősség megélése, ezek alapozzák meg a kompetens, sikeres öregkort. Ezzel az idézettel nyitotta meg Fűrész Tünde, a Kincs elnöke csütörtökön a Híres Agórában az idősödés társadalmi kihívásaira születő helyi válaszok című konferenciát. Az eseményre az ország több pontjáról érkeztek előadók és résztvevők, hogy a társadalmi idősödés témájával együtt foglalkozzanak, lehetőségeket teremtsenek arra, hogy társadalmi innovációk szülessenek, amelyek élhetőbbé, vonzóbbá és megtartóbbá teszik a településeket a szépkorúak számára. Dr. Horváth Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője elmondta, úgy gondolja, hogy a családpolitikában fontos, hogy a generáció közötti együttműködés érvényesüljön. A fiatalabbaknak szükségük van a szülői támogatásra. A nagyszülői segítség közrejátszik abban, hogy a gyermekvállalás mellett minél inkább elköteleződjenek. De nem csak a fiatalok, hanem az idősek szempontjából is fontos a generációs együttműködés. Azok az idősek, akiknek a életében jelen van ez a gondoskodó aktivitás, azoknál egyharmadával csökkent a betegségek kockázata, a demencia kockázata, sőt igazából a halálnak a kockázata is. A rendezvényen Szemereiné Pataki Klaudia saját tapasztalatairól mesélt. Azt tartotta a dédnagymamámat is 100 évig életbe, hogy ő még hasznosnak érezte magát, és ő még tudott tenni a közösségéért, a családjáért. A konferencián demográfiai szempontok is előkerültek. Magyarországra jellemző a társadalmi előregedés, melynek oka, hogy egyre kevesebb baba születik, valamint az egyre kitolódó életkor. Az egészségügy fejlődésének köszönhetően növekedett a várható élettartam. A nyugdíjkorhatár közel 10 évvel emelkedett az elmúlt időszakban, hangzott el az eseményen. A konferencián dr. Horváth Anikó azt is kiemelte, hogy Kecskemét 2019-ben elnyerte az idősbarát önkormányzat díjat. Nagyon kiemelkedő szerepe van, azt gondolom, Kecskemétnek országos szinten az idősekkel való foglalkozás, támogatás, programok, ötletek szempontjából. Kecskemét idősbarát önkormányzatként helyi szinten igyekszik a generációs együttműködést megvalósítani, az időseknek programokat, aktív életet biztosítani, amit a Cédrusnet programmal meg is valósítanak. A program fő célja, hogy hozzájáruljon az aktív idősödéshez. Ehhez szükséges a fizikai aktivitás, ami bármilyen közösen végzett tevékenység, mozgás lehet, mint a tánc, a séta, a torna, a jóga vagy az úszás. Nagyon fontos a szellemi aktivitás is, az önfejlesztés, a tanulás, mint a zenei készségek fejlesztése, új ismeretek megszerzése, élménytanulás. A programban azonban a társadalmi aktivitás is szerepet kap. Ez lehet önkéntes munka vagy fizetéssel járó tevékenység, például gyerekfelügyelet, esélyteremtő tevékenység, időslátogatás, beteggondozás vagy szenior mentorhálózat. A Cédrusnet program már évek óta működik, melynek eredményei számokban kifejezve is jelentősek. 246 tag van, aki feladatot keres, 146 alkalommal már tudtunk munkát, feladatot közvetíteni. 10 új működő közösség van ebben a nyüzsgő térben. 410 fő vett részt eddig a képzéseinken, különböző kompetencia képzések, tréningek, tanfolyamokon. Havi 16-20 közösségi találkozó, tehát a nyüzsgést el tudják képzelni. Az egész országban egyedülálló, ami Kecskeméten a Cédrusnet programon belül már eddig is megvalósult.
A csütörtökön megrendezett konferenciának célja az volt, hogy a szépkorúak számára még élhetőbb, vonzóbb és megtartóbb településeket valósítsanak meg az egész országban. Fontos, hogy egy közösségben jól érezzük magunkat, fontos, hogy jól érezzük magunkat, és fontos, hogy egészségesek legyünk. Hogy ez a három dolog hogyan kapcsolódik össze, azt is megmutatjuk most önnek, hiszen nemrégiben egy teljesen új applikáció indult útjára, és ezzel együtt egy egészségmegőrző program, egy biztonsági mentőv, és egy közösség, amely ezt már használja. Hogy hogyan tudjuk ezt a hármat egybefűzni itt Kecskeméten, nos, erre azt gondolom, hogy a Felsőszéktói Nyugdíjas Klub adja meg nekünk a választ. Láthatunk olyat is, hogy a defibrillátorok itt a közelünkben hol vannak legközelebb. És láthatjuk, hogy szinte pár száz méter a Tesco áruháznál, vagy a Kecskeméti fürdőnél méterre meghatározva, hogy hol kérhetünk segítséget. Samu Péterné Pannika, a Felsőszéktói Nyugdíjas Klub vezetője mutatta meg szépkorú társainak az Országos Mentőszolgálat legújabb applikációját, az Életmentőket. A szoftvert bárki ingyen telepítheti telefonjára, a cél a tényleges életmentés. Ki lehet tölteni a személyes profilt, ahol a születési évünk, lakcímünk, tajszámunk, közeli hozzátartozóink elérhetőségén kívül rögzíteni tudjuk azt is, hogy milyen gyógyszereket szedünk, milyen betegségünk van, illetve mire vagyunk allergiásak. Ezt az adatbázist a mentők baj esetén azonnal látják. A fejlesztők azokra is gondoltak, akik esetleg valamilyen okból kifolyólag nem tudnak beszélni, ők vészhelyzetben a kijelzőn megjelenő és jól látható ikonok lenyomásával küldhetnek specifikus vészjelző üzeneteket a központban. A gyorsan és egyszerűen kezelhető applikáció hasznos információkat nyújt az elsősegély nyújtással kapcsolatban, több esetre is kitérve, mint árabütés, félrenyerés, mérgezés vagy éppen kihűlés. Sőt, az újraélesztésben is segít. Egy metronom hangja eltalálja az ütemet és segíti a pumpálást, de kereshetünk benne kórházat, patikát, illetve defibrillátort is. A kecskeméti nyugdíjasoknak nagyon tetszett az alkalmazás. Elég sokan vagyunk itt a klubban, akik küzdünk olyan betegségekkel, ahol nagyon jól jön egy ilyen applikáció. Sajnos sok keringési szervi elváltozással küzdködő klubtársunk van, vérnyomás csökkentőket szednek, és hát sok-sok más egyéb probléma kapcsán, amit szoktunk is itt beszélgetni, egymásra odafigyelve, kérve, hogy figyeljük egymás bajainkat, és van nagyon sok ember közöttünk, aki egyedül él, szüksége van arra, vagy jó lenne, és ha még van ereje arra, hogy valakit értesítsen, segítségül hívjon, hogy tudja, hogy kell egy ilyen segítséget hívni magának. Egyébként mi a tapasztalat, hogy az idősek félnek jobban a technikától, vagy inkább jobban érdekli őket, hogy működik egy ilyen alkalmazás, mert hasznos, és ez kerekedik felül? Hát mi az a korosztály vagyunk, akik nem tudtunk lépést tartani, illetve igyekszünk, de nagyon sokan vannak közöttünk, akiknek még a mobiltelefon használata is azért nehézségeket okoz. Igyekszünk, próbálgatjuk, hogy a számítógép közelébe kerüljenek, és nagyon sokan vannak, akik megtanulták legalább olyan szinten, hogy hasznos időtöltés legyen. Én bízom benne, hogy ezt az applikációt is valahol, ha a telefon már majdnem mindenkinek mobiltelefon, hogy valahol tudják majd, megtanulják és tudják alkalmazni. Én 45 évig az egészségügyben dolgoztam, tehát érzem ennek a fontosságát, és a családomon belül mindenféleképpen szeretném alkalmaztatni majd. Az Életmentők nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is használható, és már több mint 1 millióan fel is telepítették. Mi is mindenkit erre biztatunk, hiszen nem tudhatjuk, mikor lesz erre szükség. Ne feledje, az alkalmazás neve Életmentők. Én magam is letöltöttem a mobiltelefonomra, és természetesen ezt mindenkinek javaslom. Nem csak időseknek, hanem fiataloknak egyaránt, szóval ha tudja, akkor vigye a hírt tovább, adja át másoknak is ennek az alkalmazásnak a fontosságát. Jövő héten már egy kicsit a báli szezonnal foglalkozunk, azzal, hogy milyen az, amikor idősek és fiatalok közösen cselekednek, és közösen találnak valami jópofa programot ki, és persze megvalósítanak ötleteket, egy kicsit kreatívkodnak. Én azonban már elköszönök, jövő hét szerdán, ne feledje, ismét sziaszta!
A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Távozik posztjáról Ivković Stojan. A férfi kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya a februári Európa-bajnoki selejtezők után. Először Kecskeméten, ittasan gázolt el egy embert egy nő. Emiatt elvették jogosítványát, de még aznap Soltvadkertre hajtott, ahol még mindig ittasan újabb balesetet okozott, majd távozott a helyszínről. 7 jelzőlámpás kereszteződés, 3 turbókörforgalom, valamint 2 km gyalog és kerékpárút is épül az Izsáki út 4 sávosítása keretében. A kiviteli tervek júniusban készülnek el, ám a munka megkezdésének időpontja még nem ismert. A Bács-Kiskun megyei vállalkozók számára is sok lehetőséget jelent a paksi atomerőmű bővítése. Az új blokk több ezer embert vonz majd Paks térségébe, amiket minden téren ki kell szolgálni. Az IKEA tervei szerint 2020 végén nyitna meg Kecskeméten is a lakberendezési áruházlánc vidéki átvételi pontja. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk holnap is, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!